Pakodi néni Tóth Gabriella vagyok, Emi néni két gyerekünket is tanította. Én pedig Pakodi Csenge, Emi néni volt a tanítónéni. Amikor elsőbe mentem, az óvodai csoporttal együtt mentünk az iskola előkészítőre, és ott találkoztunk vele először, nagyon aranyosnak tűnt. Már az első benyomásra is szimpatikus volt nekem. Hamar felismertük, hogy mindketten pont ilyen tanítónénit szeretnénk. Én rám nagyon nagy hatással volt az a bizonyos első bemutatkozó óra, hogy még mai napig is rejtély számomra, hogy ott ült vagy 30-valahány kisgyerek, akik különböző helyről jöttek, és egyszer csak bejött az Emi néni egy asszisztens hölgyel, és attól a pillanattól valami abban a teremben valami csodának voltam én a szemtanúja, meg a főtanúja. Hogy ahogyan belépett, ahogyan bemutatkozott az Emi néni, és ahogy bemutat, a többi gyereket is kérte, hogy mutatkoznak be, attól az első pillanattól, hogy mi az az erő, mi az a képesség elérni azt, hogy minden gyerek, ilyen kis gyerekek, mint a kis csikók, akik össze-vissza szeretnek még a réten is futni, arra az egy pontra figyeltek, de valami csodálatos összpontosítással. Az első nap még úgy inkább úgy, ne lehet úgy mondani, hogy magunkra hagyott, hogy egymást ismerjük meg, és utána kezdett el úgy igazán összeszoktatni minket. A második héttől kezdve már úgy belementünk így a dolgokba, hogy ő ki lesz, meg ő meddig lesz, meg úgy az iskoláról, hogy ez nekünk mennyire fontos lesz. Nála mindig lehetett hibázni, elrontani dolgokat, esetleg rossz csontnak lenni. És ez sajnos előfordult nálam is, de az öcsémnél még inkább. De mindig volt megbocsájtás, volt lehetőség a javításra. Mindig kedves volt velünk, mindig segített nekünk. Hogyha leszidott minket, hogyha valami rosszat csináltunk, akkor is meg volt ugye a büntetés, ugye, amit kaptunk érte. Volt olyan, amikor ugye bajunk volt a másikkal, de akkor is csak így megfogtuk a cuccát, eldobtuk, hogy de azt is mondtam Emi néni, hogy nem szabad ilyet, nem nyúlunk a másik cuccához, csak ha megengedi. Nagyon szépen fölpakolta azt a kis szekeret az Emi néni, szépen föltette. Csak mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy azért egy negyedikes gyereknél elérni azt, hogy a kincskereső kisködmön, és amikor nem jól viselkedtek otthon, vagy valamit nem csináltak meg, akkor mentek az Emi nénihez, szorít a ködmön. Magam is tanító vagyok, így beszélhetnék a pedagógiai módszerekről, a terelgetett gyerekek által megnyert rengeteg versenyről, arról az évek alatt felhalmozott szakmai tudásról, amivel Emi néni rendelkezik. Vagy arról, hogy minden problémára, pedagógiai elakadásra van valami megoldási ötlete. Segített volt, amikor matek órán kettő csoportra oszlottunk, voltak az ügyesebbek és voltak, akiknek nem annyira megy, és külön feladatokat kaptunk, hogy jobban tudjunk haladni, de tényleg mindenkinek segített, hogyha van valami, ami nem megy annyira, hogy megértse is, hogy felzárkózzon. Volt olyan is, amikor nem csak úgy tanított minket, hogy kérdezgetett, meg ilyesmi, hanem csoportokra osztott minket, és így voltak egyes pedoknál feladatok, és azokat meg kellett oldani, és akkor mehetél tovább a következő padhoz. A nehéz feladatok megoldására is mindig van valami jó ötlete, amivel a gyerekeknek érdekesebbé teszi a komoly, nehéz munkát. Például, amikor el kellett pakolnunk, elénekeltünk egy dalt, vagy elmondtunk egy mondókát. Jártunk Magyar Kútra is, azért évente egyszer, talán kétszer. Ez egy erdeiskola, ahol valójában én csapatépítő jelleggel szoktunk menni egy hétre. És oda is jártunk egész sokat. Más osztályból is jöttek gyerekek, akikkel jóba voltam, meg jóba voltunk, és akkor velük is tudtunk szórakozni, együtt voltunk, versenyeztünk egymás ellen. Volt ilyen akadálypálya, ahol lehetett nyerni ajándékokat. Elmentünk az MTV-be, ahol ugye csinálják a híradót, meg a milyen műsorokat. Kívánok. Én Mezé Válté vagyok, és ez itt Pakodi Botond. Igazából
ott is egy ilyen bemutató jellegű programon vettünk részt, ahol ugye megmutatják, hogy hogy készülnek a híradók, meg az ilyen különféle műsorok. Szerintem az is tetszett mindenkinek, mert volt olyan is, hogy nekünk kellett beszélni, és minket vettek föl. Pakodi Botond, 4. Z. Kedves Emi néni! Remélem, okos és ügyes gyerekei lesznek jövőre. Köszönöm ezt a 4 évet, amiben megtanított írni, olvasni, számolni. Jó volt a magyar kút, ez jól összehozott minket. Jó volt az együtt töltött idő, és hiányozni fog. Sütőenikő Izabella, 4. Z. Köszönöm szépen a 4 évet, és kívánom, hogy jó osztálya legyen. Szerintem ön a legeslegjobb tanítónéni, és remélem, hogy még sok diákot fog tanítani. Nagyon jól tanított minket, és szerintem tanítsa így a többi osztályát is. Köszönöm szépen a tudást és a sok-sok szeretetet. Soha nem feledem önt. Eminének sok szeretet. Mezei Máté, 4. Z. Azért szeretlek, Emi néni, mert kedves vagy, megértő, igazságos, mert jót akarsz nekünk, nagyon sokat fáradozol értünk. Büszke vagy ránk, amikor ügyesek és jók vagyunk, hogyha mérges vagy, akkor azzal a szándékkal szítsz le minket, hogy ne kövessük el ugyanazt a hibát még egyszer. Neked köszönhetem, hogy olvasni, számolni és írni tudok. Köszönöm a türelmet és jó vakációt! Ha a sors úgy adta volna, hogy gyerekem van most, akkor csak ő hozzáhozná megint. Szó sem lehetne, hogy másról hozzám. És ha van ilyen ismerősem, annak is azt mondom, hogy az Emi nénihez hozzám.